Évek óta meghatározó együttese a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságnak a Kiskörös Jelcé második csapata. Az együttesnél a nyár során több változás is volt, ami érintette az edző személyét és a játékos keretet is. A Gárda a nyári felkészülését Sinkó Dorián edző vezetésével kezdte el, aki korábban a Kiskörös Jelcé utánpótás csapatainál dolgozott, és ez az első szezonja, amikor felnőttekkel foglalkozhat. Mindenképp egy új kihívás, de nem úgy nézek rá elsősorban, mint egy edzői szerepre. Ez inkább olyan, mint a koordinálunk kéne valamit, mert, mert ez teljesen másról szól. Itt nem kell igazán edzéseket tartani, inkább a csapatot kell összekoordinálni, ki jön meccsre, ki jön edzésre, ö, kinek mi baja van, nyűge baja, tehát ez egy kicsit másról szól, de, de egy ugró lésznek nem rossz. A szakember elmondta, hogy a kiskörösi megyei harmadosztályú csapat nem tart nyári pihenőt, és heti egy alkalommal szerdai napokon van edzésük, valamint felkészülési találkozók is szerepelnek a programjukban az új bajnoki szezon kezdetig. Új játékosként érkezett a csapathoz a kapus Csermák Dávid, Bata Attila, Rohoska Marcell, Dedák Balázs, Nagy Zoltán és Lengvári Szabolcs, valamint Madacsi Gábor újra megpróbál a sérülése után visszatérni a pályára. Voltak azonban, akik abba hagyták az aktív játékot. Molnár Zori, Rumán Tibi abba hagyta, a Minyó az kevesebb szerepet vállal ebben a szezonban, azt mondta a Mokricki Viktor, az pedig gondolkodik erősen a fiával, hogy mi legyen. A tavalyi évben már többi ifjúsági játékos is szerepelt az együttesben, ami folytatódik majd az új szezonban. Ebben is nehéz helyzetben vagyunk, mert nem sok ifistánk van, tehát arra is figyelnünk, hogy az ifi is meglegyen. Ha, ha éppen úgy alakul, és ö, ott ők nem játszanak, jönnek a megye háromba, de az is lehet, hogy a, a megye egybe is segítséget kell, hogy nyújtsanak valamilyen szinten. Ott fognak edzeni egy jó páran, az biztos, azt tudom, de ezen múlik igazából, hogy mennyire tudjuk összekoordinálni, összehangolni a két, az ifi, meg a megye hármas, megye egyes meccseket. Mivel a csapatból többen abba hagyták az aktív játékot, az újak pedig most kezdenek beépülni. Így a tervekről, célokról konkrétumot az edző nem tudott mondani. Megemlítette, hogy évek óta egyre erősebb a bajnokság mezőnye, melyben szeretnének egy jó baráti csapatközösséget kialakítani, hogy bármelyik csapattal szemben eredményes focit tudjanak majd játszani.